estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, egy rendhagyó felsorolással kell, hogy kezdjem a mai beszélgetést. 23 esztendősen vizuálás jelentés, visszavonhatatlanul, Fiatal Írók Szövetsége 1998 és 2004, aztán 6 esztendőn át az Írószövetség titkára Vasi Géza és Kalász Márton mellett, Ráció Kiadó, Magyar Műhely Galéria, Magyar Műhely Kiadó, aztán a folyóiratok, Aktuális Avantgárd, Underground Expanzió, Velence Tavi Könyvtár, Velencei Tavi Könyvtár, aztán Kultúrpolitika, Megyei Oktatási és Kulturális Bizottság, Rádió Közalapítvány, Kuratóriuma, Parlament Kulturális Bizottsága, Nemzeti Kulturális Alap, Budai Várnegyed, Eszterházi Kastély, Kúria Kormánybiztos, Várbazár, Kulturális Államtitkárság, Emmi, Miniszterelnökség, Nemzeti Hausmann Terv, Nemzeti Kastély és Várprogram, Gárdonyi Emlékfa, Kápolnásnyéki Halászkastély, és itt van a kezemben, amiről ma beszélgetni fogunk. Körbejártuk a hazát, körbejárjuk a hazát. Tisztelettel köszöntöm Elsimon László József Attila díjas költőt, írót. Köszönöm a meghívást, meg a nézőket is köszöntöm, de a legfontosabb dolgot kihagytad, Lajos. Mégiscsak van 4 gyerekem. És 4 gyermekes családapa. Az ember mégiscsak a családjára, meg a gyerekeire legbüszkébb. Igen, és természetesen ugye azt sem mondtam egyéb iránt, hogy ugye fehérvári telek is, aztán ELTE, tanárképző, magyar történelem szak, bölcsészkar, magyar nyelv és irodalom, PhD ösztöndíj, kulturális menedzser, illetve szőlészborász szakképesítés Gyöngyösen a Károly Rábolt főiskolán, Róbert főiskolán. No. Keveset aludtam az elmúlt 20 évben. Igen, ebből is kitűnik. Nagyon sokat látunk mostanság, hála Istennek teszem hozzá, és mégis nagyon keveset, mármint Székesfehérváron kulturális műsorokban. Az elmúlt időszakban viszont először is azt hiszem, hogy júniusban jelent meg ez a 16. köteted, a Körbejárni a hazát, ez egy esszékötet, nagyszerű, ennek a recenziója szintén megjelent, az is egy fantasztikus olvasmány. És aztán itt volt a Bakonyi István királykuti vendége, ez egyébként egy nagyszerű műsor, hiszen felvettük az egészet, és 3 megszólítottak a városban, hogy mikor adjuk, még pedig volt 2 ismétlése. Én erről egyébként a Fehérvár heti lapban így írtam, aztán utána tiéd a szó. A sokat látott és tapasztalt vendéglátónak, tehát Bakonyi Istvánnak ezúttal egy rendkívül nehéz, ugyanakkor nagyon is hálás feladattal kellett megbirkóznia. Elsimon László a maga által épített saját irodalmi várának apostola sokszínű egyedi nyelvezetével, kivételes alkotói életútjával. Példa arra, hogy miként lehet rohanó világunkban megmaradni a felszínen túl olyan gondolkodónak, aki képes megszólítani bennünket, és identitásról, családról, kultúráról, hazáról egyként írni úgy, hogy hitelessége megmaradjon. A királykuti széksorokban helyet foglalók ismét szembesülhettek azzal, hogy Bakonyi István a maga joviális modorában, ironikus stílusában miként kalauzolja el az irodalom kedvelőit egy olyan világba, ahol kedvére lubickolhat az emberfia az elsimoni mélységekben, s teheti mindezt versek, szövegrészletek kíséretében, emberi módon 2017-ben, amúgy polihistórikusan. Köszönöm szépen ezeket a méltató szavakat, de túlzás. Az életrajzom fontosabb elemének a fölvonultatása az elsőre tűnhet pozitívnak, de negatívnak is, mert ha ennyi mindent csináltam, akkor mégis hogyan lesz ebből egy kerek életút, egy kerek életmű? Tehetné fel az ember ezt a kérdést. De hát én ezt nagyon korán elhatároztam, hogy nem fogok abban az értelemben egyenes úton haladni előre, mint hogy mondjuk egy tudós palánta, vagy egy élsportoló teszi. Azaz, hogy ráteszem egy dologra az életemet, és azt fogom professzionálisan művelni. Ez már akkor kiderült, amikor egyetemista voltam, hogy olyan fölvettek ösztöndíjjal a PhD-ra, de hogy nem nekem való a tudományos pálya. Nem fogok egy dolgot kutatni, és utána arról publikálni, és abban a tájkörben járni haza és nemzetközi konferenciákra. Én úgy fogtam fel az életemet, hogy mint egy kaleidoszkóp, apró részletekből áll majd össze valami kristálya a végére, de ha nem, akkor nem. Akkor sincsen semmi baj, az a lényeg, hogy tevékenyen, munkával, aktívan töltsem el azt, ami számomra megadatott. Ezt tapasztaljuk, aki kézbe vette a Körbejárni a hazát, a válogatott eszélygyűjteményt, azt tapasztalta. Schmidt Mária írja itt erről, és ugye ezt majd megerősítjük a később, hogy ez a kötet a kötelékekről szól, azokról az eltéptelhetetlen szálakról,
amik tradíciókká fonják a múltat. Ez egy gyönyörűséges mondat, és ha valaki elmélyül ebben, akkor minden bizonnyal így, hiszen az örökségről, gyökerekről, édesapádról, nagyszüleidről, szüleidről, dédapádról, a Hindenburg zászlóairól, Szarajevóról, Piavéről, Sárbogádról, Cecéről, Agádról, Csákvárról, mindenről ír. Kezdjük az alapokat. Mit jelentenek számodra a gyökerek? Hiszen olyan mélységeket mutatsz meg itt, amelyet nagyon-nagyon ritkán él meg az ember. Azt is mondhatnám, hogy némi közhelyjel, de mégiscsak így gondolom, hogy hihetetlen nagy szerencsének tartom azt, hogy ide születtem. A saját életem is folyamatosan a küzdelmekről és az újrakezdésről szól, és azt gondolom, hogy ennek a nemzetnek az élete is erről szól. Nagyon küzdelmes, sok viszálya, sok vitával, sok küzdelemmel volt teli a történelem, de mégiscsak van benne valami szép, valami felemelő, valami léleképítő. Hát én madáccsal fogalmazzak, ezt a küzdést látom a saját és a nemzetem és az emberiség életében is a legfontosabbnak. De rendkívüli érzékenységgel indulsz el és beszélsz mindarról, amit még nem is tudtál megtapasztalni. Inkább csak írni tudok érzékenységgel, mert ez egy másik műfaj. Tehát én miközben a nyilvánosság előtt élem az életem egy jelentős részét, és sokszor megosztó és vitatható kijelentéseket teszek, és miközben egyébként, amikor az emberekkel kell beszélni a szőlőben, hogy akkor most merre haladunk előre, és hogyan kell dolgozni, akkor rendkívül keményen és határozottan vagyok képes megszólalni, és mint hogy sok év óta vezetek szervezeteket, és próbálok más embereknek munkát és lehetőséget adni, ebből az is következik, hogy gyorsan és határozottan vagyok képes dönteni. Tehát mindez látszólag nehezen fér össze egyfajta belső érzékenységgel, és azzal a fajta figyelemmel és nyitottsággal, ami egy alkotó embertől elvárható. És ezért mondom azt, hogy írásban tudom megélni mindazt, amit egyébként az ember nehezen tud kimondani, vagy ami nem látszik az arcán a képernyőn, vagy ami adott esetben egy kemény döntés meghozatalakor, egy nem kimondásakor, egy elbocsátó üzenet megfogalmazásakor, úgy tűnik, mintha nem lenne benne az emberben. Én azt is szoktam mondani az egyik kedves francia filmem címét idézve, hogy az éjszakaim szebbek, mint a nappalaim, hogy az embernek, az emberben van legalábbis benne van egy kettősség, van egy rendkívül racionális, következetes, jelentős munkabírásra rendelkező énem, és van egy olyan énem, ami valójában éjszaka jön belőlem elő, amikor tényleg képes vagyok mindazt leírni, ami bennem van, vagy ami bennem megfogalmazódik. Néha még a gyerekeimmel is úgy vagyok, hogy bizonyos dolgokat könnyebben tudok nekik egy üzenetben megfogalmazni, mint szóban elmondani. Ez nem gondolom, hogy feltétlenül jó, de hát az ember már csak ilyen. Emlékszem, amikor még anyósom élt, és az egyik könyvemet a kezébe vette, ami tetszett neki, mert olyan is volt, ami nem tetszett, és ő is, meg az apusom is megkérdezte tőlem, hogy ez honnan jött belőlem elő, mert ezt még sosem tapasztalták, mert élőszóban mondjuk nem mindig voltam kedves, sőt, néha kifejezetten pokróc voltam, mert ha az embert ide-oda gyűri az élet meg a sors, akkor nem mindig tud kedves lenni, de ez de mindent, ami bennem van, amit gondolok a múltról, az életről, a családról, a hazáról, azt talán valamilyen szinten képes vagyok megfogalmazni. Igen, látszólag ebben a kötetben látszólag rendszertelen a történet, hiszen a Csepel-kerékpár mögött már ott van Csóri Sándor, hogy aztán a csákvári csalikancsókról ejtsünk szót egy-egy más írásban. Megjelenik Bella István, a Bella István történet, mint mindenkinél, az maga is önmagában a csoda. Tehát ez nagyon játékos, de nagyon mély. Legalább. Nagyon nehéz esszét írni. Sokan azt gondolják, hogy könnyű, hogy az esszéírás az valójában azoknak a pótléka, akiknek nincsen idejük nagy regényt írni, vagy nem akarnak novellát írni. Én nem így látom rá, és a magyar irodalomban az esszé vonulata nagyon szép, és nagyon, nagyon komoly esszéistákra tud az ember, mint előképre tekinteni.
a már említett Csórira is akár, vagy Szabó Zoltára, és hát sorolhatnánk a nagy-nagy magyar szerzőket, akik az esszében tudtak igazán kibontakozni. De az esszé azt feltételezi, hogy sokat olvasol. Tehát közhírem ellentétben, aki ír, annak olvasnia is kell, méghozzá nem is keveset. Tehát egy-egy esszé az komoly műveltséganyagot kell, hogy fölvonultasson. Nem lehet csak úgy, hogy elkenni a dolgokat. De mindeközben rendkívül olvasmányosnak kell lenni, mert az esszé nem tanulmány, nem lábjegyzeteket tartalmaz. Ugye ez a könyv, amiről most beszélünk, illetve te beszéltél, ez az elmúlt 10 évnek az esszéből egy válogatás. Tehát vannak benne teljesen új írások, de vannak benne régiek is. Ezért egy kicsit eklektikusnak tűnik, de megmutatja az én irodalmi tevékenységemnek egy elég széles szeretét. Na most az igazi nehézség viszont az, hogy miközben az ember a személyes emlékeit is beleírja, belegyúrja egy esszébe, ráadásul olyanokat is, amelyek mondjuk itt nekünk a megyében talán többet jelentenek, mert mi tudjuk, hogy mi az a csákvári csalikancsó, de egy nyíregyházi olvasó már nem feltétlenül tudja, mi az, hogy csákvári csalikancsó, vagy nem tudja, hogy mit jelentettek a mi megyén gazdaságtörténetében a csákvári fazekasok. Tehát mondjuk ebből az következik, hogy azt kell valamilyen módon áthidalni az írás során, hogy a te személyes emlékeid azok olyan módon ne telepedjenek rá az írásra, hogy ezért, hogy a dolog belterjes legyen. Tehát, hogy az én személyes élményeimben, az én személyes emlékeimben, az én családom egyes történeteiben te is, és más is, egy távolabbi olvasó is magára ismerjen. Hogy ugyan nem az ő emléke, de akár lehetne az ő emléke is. Nem az ő szülével történt, de akár az ő szülével is történhetett volna. És hát ebből a szempontból az én eszémnek az igazi abroncsa, az igazi kerete az a nemzethez való tartozás. Gondolkoztam azon, amikor megjelent, macedonul jelent meg egy válogatott verseskötetem a kiváló műfordító Pascal Gillespie-nek a tolmácsolásában, aki egyébként 2 évig ide járt a József Attila gimnáziumban, hiszen az 50-es években a szüleivel együtt idejött, és a Dégi gyerekotthonban volt, aztán utána 2 évig járt Fehérvára középiskolába, és került vissza az akkori Jugoszláviában, mai független Macedóniába, és nagyon sok nyelvből fordít, kiválóan, ma is tökéletesen, most már 80 éves, de tökéletesen beszél magyarul, és olyan könyveket fordított le az anyanyelvére, mint az Egri csillagok, mint számos Jókai, Petőfi, hát a magyar költészet színejavát fordította, és a kortársak közül, vagy a elmúlt évtizedek nagyszerzői közül olyanokat, mint Nagy László, vagy Juhász Ferenc. Szóval az ő tolmácsolásában megjelent egy könyvem, és akkor elgondolkoztam azon, hogy vajon lehetne ezeket az esszéket is valamilyen nyelven lefordítani, de attól tartok, hogy némelyik annyira kötődik az esszé jellege miatt is a mi kultúránkhoz, a mi hagyományainkhoz, kevésbé egyetemesek, mint mondjuk ezt lehetne egy regényben megírni, ezért attól tartok, hogy nem lehet, vagy nem érdemes mindet lefordítani, néhányat talán le lehetne fordítani. Tehát ez ugyanakkor a műfajnak, meg az én esszémnek a nehézsége is, hogy az olvasók azok nagyon ehhez a nyelvhez, nagyon ehhez a kultúrához köthetők. De egyébként is, ahogy a miniszter, amikor egyszer mondta, az nagyon tetszett nekem, hogy az, ami titkos kódunk, ami belső, sajátos titkos kódunk, az a nyelv, a magyar nyelv, amihez hasonló nincs még egy a világ nyelvei között. Tehát mindez azért, ami magyar költészetünknek a korlátait is kijelöli, vagy a határait is kijelöli, hiszen emiatt nagyon sok minden nehezen fordítható, nehezen tolmácsolható. De hát a kis kultúrák, most a kis kultúra alatt nem a kultúra minőségét értem, hanem nyilvánvalóan a számszerűségére és a területére gondolok a mi kultúránk, mert egyébként az ország nagyságához és a lélekszámához viszonyítva, vagy a nemzet lélekszámához viszonyítva a mi kultúránk egy óriási kultúra, tehát egy olyan kultúra, amire büszkék lehetünk, de mégiscsak abban az értelemben, hogy használom azt, hogy kis kultúra, abban az értelemben ez az egyik sajátosság a kis kultúráknak, hogy viszonylag szűk közönséget képesek megszólítani. Ugyanakkor a kapcsolódási pont, tehát mi vagyunk, a kötődésed is tetten érhetőek. Gondolok itt elsősorban arra, hogy azért megjelennek olyanok, akik itt járnak köztünk. Vagy már nincsenek, mint a Stixen túl, Takás Gyulára gondolok, de Péntek Imre például itt van. És azt nagyon jó látni, olvasni, hogy az a kapcsolat, ami összefűz benneteket, az így az ilyetén világ nyilvánosságban is fontos.
a magyar irodalom története, vagy a magyar kultúra története, vagy egyébként a politika története és sok minden más is fölfogható készfogások történetének. Egyszer eljátszottam azzal a gondolattal, hogy milyen sok emberrel fogtam áttételesen kezet, úgyhogy mondjuk a miniszterelnökkel gyakran fogok kezet. Tehát de ez csak egy játék, egy szórakozás, ugye? Viszont ez történetileg sokkal izgalmasabb játék tud lenni, hogy mondjuk hány olyan író barátom van, akivel tartom a kapcsolatot, és akik mondjuk jóba voltak Kassák Lajossal, ugye, aki azért már régen halt meg, éppen 50 éve, 1967-ben halt meg Kassák. Tehát, hogy hány olyan barátom van, ismerősöm van, pályatársam, akik azt mondhatták, idősebb pályatársam van, akik azt mondhatták, hogy nekik hasonló idős pályatársuk volt mondjuk Kassák, vagy Nagy László, vagy Pirinszky, vagy Vörös Sándor. Igen. Most olyanokat mondtam, akiket én nem ismertem, nem ismerhettem már csak az életkorom miatt sem személyesen. De mondjuk Juhász Ferenccel már én személyesen nagyon jó kapcsolatban voltam. És hogyha ezt a gondolatot tovább fűzöm, akkor néhány készfogással rögtön Arany Jánosnál vagyunk, vagy rögtön igen. Petőfinél vagyunk, a nemzet nagy alakjainál vagyunk, és a politikában pedig rögtön Kossuthnál, vagy Deáknál, vagy Széchenyinél vagyunk. És mindez persze nem arról szól, hogy itt a valamilyen hiúságunkat akarjuk megjeleníteni, nem a fontosság tudatunkról szól, hanem arról szól, hogy micsoda gazdag előkép, micsoda az irodalomnak, a kultúrának, a művészetnek milyen gazdag tárháza az, amihez mi vissza tudunk nyúlni, mint hagyományanyaghoz, és ebben van egy élő kapocs az előttünk járó, még közöttünk levő kortársak. Hát, hogyha a mi városunkra gondolunk, Székesfehérvárra, vagy a mi megyénkre gondolunk, akkor az előbb említett Péntek Imre ilyen kapocs, de számomra ilyen kapocs volt Sobor Antal, akit nagyon szerettem, becsültem, ilyen kapocs volt Mohácsi Károly tanár úr, akihez külön órákra jártam középiskolás koromban. Tehát nagyon sok mindenkit felsorolhatnék. Ha történetileg nézik, akkor meg azt gondolom, hogy elég szépen sikerült ezt az évet felrajzolnunk az irodalmi emlékfalon, Gárdonyi Géza szülőházánál, ahol Vatai Ferenctől Csóri Sándorig sok-sok szerzőt vonultattunk föl, akikre büszkék vagyunk itt a megyében, és akik közül sokat én is személyesen ismertem, Bella Istvánt, és még sorolhatnánk tovább. Ha már az emlékfalról beszélünk, ez is egy nagy évű történet, de előtte az én kedvenceimről, ebben a kötet mindig van eszéknél, amit szívesen olvasok. Mégpedig azért, mert hogy ott voltam. A szobor és kiállítás megnyitó, szobor átadó leleplezés előtt. Akár csak, hogy most visszamentünk, egy Agrárinfóval beszélgettünk az állatorvosokról, és esztendőről esztendőre ott vagyunk a Kulcsi Hatok az állatorvosi emléknapon, és az mindig élvezetes hallgatni, és én külön fájlalom például, hogy azokat egészben, például azt le tudjuk adni, hiszen az agrárműsorba belefér, de amikor Kornis Gyula, Klébezber Kuno, vagy akár most az Abba Novák kiállítás megnyitóján a Színek és színek megintben, hogy azt az egészet nem tudom közzéadni. Olvasható. Márpedig olvasható, igen, csak ugye olyan az Árgusban, illetve a Várban jelent meg. Tehát egy szűk körhöz jut el, hogy ott személyesen... Reklámozom a könyvet, mert a Klébezberg szobor kapcsán elmondottak azok, ebben a könyvben is benne vannak. Igen, pont erről beszélek. És be kell csak menni a Fiú utcán a Vajna János könyvesboltba is megvenni. Hogy kötődsz egy-egy szoborhoz, a mögötte lévő emberhez, ahhoz az életúthoz, ami a szobrot megelőzte? Cikkiztek engem a sajtóban, hogy az elmúlt két kormányzati ciklusban, vagy ebben a kormányzati ciklusban és az előzőben én vagyok az, aki legtöbb szobrot állítottam és avattam. Én ezt nem érzem cikinek, én erre büszke vagyok. Még akkor is, hogyha magam is tudom azt, hogy a köztéri szoborállítások mögött milyen problémák húzódnak, meg milyen legitim vitákat lehet erről a kérdésről nyitni, és Kulcson a legutóbbi állatorvos szobor leleplezésekor erről beszéltem is. De nagyon izgalmas dolgok jönnek ki ebből szellemileg és lelkileg és a saját életem számára is. És persze nagy bukások is és kudarcok is, mert a Homan szobor állítás, amelyben ennek az előkészítésében én is részt vettem, az egy nagy kudarc volt. És egy nagy félreértés és félremagyarázása sok mindennek. Alapvetően a szándékunk félremagyarázása volt az, ami nekem igazán fájt. De
de hát ezt majd egyszer csak megoldja valamilyen formában az idő, sőt, tavasszal meg fog jelenni egy nagyon komoly dokumentumkötet, az első és a legújabb Homan perről is, amely azért azt gondolom, hogy azt a képet, amit itt, azt a hamis képet, amit itt megpróbáltak beállítani Homan kapcsán a szoborállításkor, azt mindenképpen árnyalni fogja. De valójában azokban a projektekben veszek szívesen részt, hogy ilyen csúnya idegen szóval éljek, ahol valamiféle személyes kötődésem van a szobortárgyához. Persze vannak olyan esetek, amelyekben nem csak a szobortárgyához, amikor nem csak a szobortárgyához van személyes kötődésem, hanem maga a szoborállítás ötlete is hozzám kapcsolódik. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Székesfehérváron az elmúlt időszakban, a szülővárosomban 4 egész alakos köztéri szobarállítását kezdeményezhettem én, és valósult is meg. Mind a négyet, vagy a 4-ből 3-at azért komoly viták övezték, az egyik az Abanovák szobor a Romkert bejáratánál. Nagyon is kellett ez a szobor, és egy jó szobor Pagály Gábor Benőnek az alkotása. Ott a vitát alapvetően az váltotta ki, amit elmondtam a szoborállításkor, de tartom az akkori véleményemet és álláspontomat, és hasonlót fogalmaztam meg az Abanovák kiállításkor is, hogy bizony itt olyanok próbálnak most Abanovák szellemiségéről, művészetéről értekezni, akik mondjuk évtizedeket szántak arra az életükből, hogy Abanovákot... Maradjon a magyar francia kultúrkapcsolatot. Csak hogy a pannó magyar ügyeletek, hogy egyáltalán a magyar művészettörténetben az őt megértő helyet ne tudja elfoglalni, vagy visszaszerezni Abanovák. Másik szobor az ugye a Klebersberg szobor, ami azt gondolom, hogy már nagyon időszerű volt, azzal együtt, hogy Székesfehérváron volt, és van is egy Klebersberg szobor. Tehát ott a Ciszter gimnáziumban, amelynek ő diákja volt, és ahogy egyébként nekem jelen pillanatban 3 lányom is jár, én azt gondolom, hogy jó helyen van az alkotás, Pető Hunornak a szobra. A 3 nagy kultúrpolitikus, aki meghatározta az egész 20. századot, mind a 3 kötődött Fehérvárhoz, ugye az előbb említett Klebersberg a tanulmányai keresztül, és nagyon sok minden mással is. Homan, akinek a szobrát végül nem állították föl, Székesfehérvár országgyűlési képviselő volt, azt hiszem nem kell elmondani, hogy mi mindent lehet neki köszönni ebben a városban. És a harmadik pedig Kornis Gyula, aki a legkevésbé, de az egész Klebersberg és Homani kultúrpolitikának ő volt a megalapozója, ő volt a szellemi kitalálója, úgyhogy méltán van a Csók István képtár, illetve a megyei könyvtár bejáratánál az ő szobra is. És a negyedik az Ibl Miklós, aki itt született. Tehát amikor Csápalkovics András megkerestem azzal, hogy András a 200. születésnapon, az évfordulón, miközben fölavatjuk a Várbazárt, ami az egyik tényleg emblematikus műve Üblinnek, amin én évekig dolgoztam kormánybiztosként, és ami több mint 30 évig volt bezárva, és gyönyörűen sikerült helyreállítanunk. Én nagyon büszke vagyok rá. Bármilyen módon próbálják azt is mindig kikezdeni. Aki ott elmegy előtte, aki végighajózik a Dunán, aki bemegy abba az épületbe, az pontosan tudja, hogy az elmúlt 10 év egyik legfontosabb műemléki rekonstrukciója ez, és nagyon hálás vagyok azért a miniszterelnöknek, hogy engem kért föl a kormánybiztosi munka elvégzésére és a műemlékfelújítás irányítására. Talán nem vallottunk vele szégyen. Tehát miközben mi fölújítottuk a Várbazárt, és szerte az országban megemlékeztünk Iblőről, és sok Iblőhöz kapcsolódó műemlék újult meg, közben épp a szülővárosban, ami egyébként abban a furcsa helyzetben van, hogy a szülővárosában nincsen emblematikus épülete Iblőnek. Ugye van egy épület, amire azt mondják, hogy jó eséllyel azt is Iblő tervezte, de mégsem egy emblematikus épület, mint mondjuk a Fóti templom, vagy mint mondjuk az akadémia épülete, vagy a Magyar Állami Operaház, ahol egyébként Pintér Sándor miniszter úr az évforduló során egy Ibl domborművet is leleplezhettünk együtt. Na és aztán mondtam Andrásnak, hogy csináljunk egy Ibl szobrot, és el is készült az alkotás, ami most az Icsi-liget elején található. Mégiscsak a város nagyszülöttjéről van szó, akire méltán lehetünk büszkék. És nem mellékesen ő is a város gimnazistája volt. Igen. Nos, amit még olvashatunk itt, tehát a szőlőről, a borról, a negyedszázadról és a sokkal többről, nyilvánvaló a kultúr és nemzetpolitikáról, és azt hiszem, hogy művészet és kritika, példakép, 2 P-vel természetesen, azt hiszem, hogy egy remek kötöt ajánlom az olvasóknak is. Járjuk körbe a hazát együtt, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, Elsimon László, József Attila díjas költő és író volt a vendégünk. Sok egyéb más mellett, leginkább azért, mert megjelent 16. kötete, egy esszékötet, Körbejárni a hazát címmel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a legközelebb ugyanitt. Viszontlátásra!